Szeretettel üdvözlök mindenkit! Szeretném bemutatni a Szent Istváni BPEC tesztelep eddig beérkezett galambjait és az éves versenyzőket. Az idei fiatal galambok folyamatosan érkeznek a telepünkre. Egyedi, saját logóval ellátott gyűrűket használunk. Gyűrűk vásárlási lehetősége még április 19-ig lehetséges. A beérkezett galambok egy külön duc részbe kerülnek elhelyezésre egyhetes megfigyelési időszakra. Később tágas volierből ismerhetik meg a környezetüket, hogy zökkenőmentes legyen a beszoktatás. Fiatal duc rendszerünk 1000 galamb elhelyezésére alkalmas, így a jelenlegi létszám mellett nagyon tágas, szellős elhelyezést biztosít. A fiatalok 5 versenyen vesznek részt, ahol a záróversenyen eredményes galambok, illetve az ázgalambok tenyésztői kerülnek elismerésre. Csapatbajnokságban 12 galambonként történik a nevezés, ahol egy tenyésztő több csapattal is részt vehet. A csapatverseny első 3 helyezettje a következő évre kap grátis gyűrűket. Az öreg galambok felkészítése a versenyre már megkezdődött. Honlapunkon licit formájában lehetett megnyerni a galamb versenyeztetési jogát, amennyiben a tenyésztő korábban nem jelezte a szándékát a további versenyeztetésre. A megfogadott galambok részt vesznek egy 14 utas versenyprogramban, melyből a 4 hosszú távú verseny versenyenként és ász értékelésben is elismerésben részesül. Azokra a galambokra, amelyekre nem érkezett licit, a pénzdíjas versenyen nem vesznek részt. A duc körüli tréningek már elkezdődtek, a jövő héttől elkezdődnek a távolabbi tréningek is. Az öreg galambok totál özvegységben teljesítik a programot. Részletes információk a honlapunkon, a bprc.hu oldalon megtalálhatóak a friss hírekkel együtt.
élő közvetítés a versenyről a YouTube-on és a Benzing One Loft rész oldalán elérhető lesz. Köszönjük a figyelmet, sok sikert a résztvevőknek!